Nem volt nagy játékos mozgás a nyári szünetben a nyírbátori csapatnál, a négy távozó játékos helyére négy új futballista érkezett. Az Ambrusz Árpád által irányított együttes a mezőny első felét célozta meg, és négy forduló után időarányosan jól áll a csapat, ugyanis két győzelemmel és két vereséggel jelenleg a hetedik a bátor. A nyitányon Balassagyarmaton 4-2-re kikapott az egyetlen megyebeli NB3-as együttes, majd egy Tiszaújváros elleni 3-1-es hazai győzelem következett. A folytatásban Cigándon szenvedtek 2-1-es vereséget Vámosék, aztán a sormintának megfelelően hazai siker jött, a Putnokot 5-0-ra ütötte ki a Nyírbátor. Arra sem emlékszem, hogy mi mikor nyertünk 5-0-ra, és arra sem, hogy a Putnok egyáltalán kapott-e ki valamikor 5-0-ra. Most ezen a mérkőzésen minden összejött, pedig nem ilyen előjelei voltak a mérkőzésnek, hiszen 8 játékosunk is hiányzott a csapatból, de a mi taktikánknak, talán az ellenfélnek a kicsit lebecsülése miatt ez az eredmény sem túlzott. A góllövő listát 4 forduló után a nyírbátori Hornyák Marcell vezeti 8 találattal. Az egyesület elnöke szerint tovább javul majd a csapatjáték a következő fordulókban. NB3-os mezőnyben a miénk a legfiatalabb csapat, tele van fiatal tehetségekkel, és nyilván idő kell annak, hogy összeszokjanak, és rutint szerezzenek ebbe a bajnokságba, hiszen 4 vagy 5 embernek is ez az első év, amikor felnőtt bajnokságba játszik. Úgy gondolom, hogy ígéretes ezek az eredmények, és azon vagyunk, hogy hétről hétre jobbak legyünk. A Nyírbátor a következő fordulóban a sereghajtó Füzes gyarmathoz látogat. A további párosítás a következő: Tiszaújváros Jászberény, Salgótarján Tája, Tiszafüred Deac, Gyöngyös SMTK, Putnok Monor, Cigánd MTK Budapest 2 és Balassagyarmat Diósgyőr 2.